Az Amicis részfúvós együttes térzenéje nyitotta meg a vasárnap délelőtti ünnepséget a szatmári községben. A mintegy 900 lelkes, a magyar-ukrán határ mellett fekvő község lakosai szerint fontosak az ilyen rendezvények, hiszen ezek az összetartozás érzését tudatosítják az itt élőkben. Sajnos Szatmárt nagyon sok sorscsapás érte, és valahogy próbálunk összetartani reformátusok meg magyarok. Nekem ez a célom, és az élet célom tényleg az, hogy magyarok tartsunk össze. Ezért vagyok itt. Nem a kép tárgya a fontos, hanem a szellemi valóság, amely által a testet öltött. A rendezvény keretében megnyílt Fülöp Sándor festőművész emlékkiállítása is. Az 1964-től a nyugdíjba vonulásig a Mátészalkai gimnáziumban matematikát, rajzot és művészettörténetet oktató, tanárvégzettségű művész életét a rajzolás és a festészet határozta meg. Alkotásaiból most 12 képet mutattak be a nagy közönségnek. Fülöp Sándor emlékkiállítása nyílott, aki református Hajdúból református szatmári lett, és tükrözi az ő életműve, a művészete is ezt az itteni szatmári mentalitást, a kitartást, az ős reformátusságot is. Az ünnepségen a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, a tiszaháti térség igazi kuruc és református vidék, amely egy püspököt is adott az egyháznak, Milotai Nyilas István személyében. Mint a reformáció annak idején a megújulás, megújítás képességét jelentette, erre a 21. századi falusi emberének is szüksége van, kitartani hite mellett, de ugyanakkor a bizonyos változásokkal együtt élni és együtt létezni. Vegyük át és folytassuk, éltessük, atyáink, az előttünk járók megszentelt örökségét. Az ünnepség a helyi református templomban folytatódott, ahol Tőkés László püspök, európai parlamenti képviselő mondott szent beszédet. Igehirdetésében a püspök arra hívta fel hívei figyelmét, hogy meg kell őrizni az Istenbe vetett eredeti hitet. Hozzátette, a reformáció az ige, azaz a Szentírás forradalmának is tekinthető, ebből hitet merítve lehet megújulni a mai kor emberének is. Meg kell őriznünk hitünket, kereszténységünket, kereszténységünket, hogyha jövőt remélünk. A reformáció ünnepén ezt református olvasatban mondjuk, vissza kell térnünk a gyökerekhez, Istennek igéjéhez, vissza kell térnünk Krisztusunkhoz, mert látjuk, hogy a veszedelmek áradata övezi a mai Európát. Az ünnepségen a tiszántúli református egyházkerület megalapításának 450. évfordulójáról is megemlékeztek.